Jelenleg olyan 450 cm körül van itt a vízszint Győrben. További 2,5-3 méteres vízszint emelkedésre számítunk még itt Győrben. Ennek jelei hétfőn délelőtt is látszottak. A mosoni Duna már a Móricz Zsigmond rakpartot nyaldosta, és az előrejelzések szerint a víz a Csónakház térségét is elönti. Töltésmagasításra Győrben várhatóan nem lesz szükség, a Dunakapu téren azonban megkezdődött a mobilgát építése. Győrben nem lesz szükség arra, hogy magasítsuk a védtöltést, viszont ugye a rakpart lezárása után arra szükség lesz, hogy erre az árvízvédelmi falon ezeket a kulisszákat várhatóan holnap reggel bezárjuk. Szegi Attila hozzátette, szombaton bezárták a mosoni Duna torkolati műtárgyát Véneknél, ami alacsonyabb vízállást eredményez. Árvízkizárásos üzemmódban van, az azt jelenti, hogy a Nagy Duna vízállás nem tud visszaduzzasztani ide a mosoni Duna és a Rába Győri szakaszára, így aztán jelenleg olyan fél méterrel alacsonyabban van az vízszint Győrben, mint hogyha nyitott állapotban lenne, és a Nagy Duna visszaduzzasztana Győrben. Az előrejelzések szerint a 2013-as vízállásnál nagyjából 50 cm-rel lesz alacsonyabb a tetőzés, a 2002-eshez hasonló vízszintekre számítanak a szakemberek. A Rábán ugyanakkor a vártnál alacsonyabb lesz az emelkedés. A Rábán végül nem alakult ki az a helyzet, amire még mondjuk pénteken és szombaton számítottunk az előrejelzések alapján. Egész egyszerűen ez a ciklon, ami alakítja az időjárásunkat, illetve Ausztriában is alakítja az időjárást. Északabbra tolódott, így a Rába vízgyűjtőjére nem esett szombaton az a csapadék, amiből igazán ezt a jelentős vízszintemelkedést vártuk. Úgyhogy igazság szerint az árhullám a Rábán már az osztrák területeken ellapult, a magyar területen nem érkezik jelentős víz a Rábán. Nagy vízhozamra készülnek a Duna szigetközi szakaszán, itt szükség volt töltésmagasításra is. Jelenleg a győri kollégák munkáját nyíregyházi és szolnoki kollégák segítik ezen a szakaszon. Több helyen kellett töltést magasítani, nyúlgát építésével, homokzsákokkal, de arra számítunk, hogy a harmadfokú készültség mellett biztonsággal le fogjuk tudni vezetni a vizet itt is. Mint megtudtuk, megfeszített munka zajlik Moson-Magyaróváron a Lajtán is, ahol az osztrák előrejelzések szerint másodpercenként 100 köbméteres vízhozamra számítanak. Előkészítjük azt, hogy esetleg a Lajta szükségtározót meg kell nyitni Moson-Magyaróvár fölött a Lajta alsóbb szakaszainak a vízszint csökkentése érdekében. Itt gyakorlatilag egy árvízcsúcs csökkentésről van szó. Ide esetleg lesz vízkiengedés, és a Lajtán azért van a balparton nyúlgát építés is, tehát ahol úgy látjuk, hogy a mostani előrejelzésekhez képest magassághiány lenne, tehát a víz meghágná a töltést, ott most nyúlgát építés van, vízügyi szakemberek segítségével, illetve ma reggel óta ott katonák is segítik a védekezést. A hétfői előrejelzések szerint a Dunán Nagybajcsnál csütörtökön lehet a tetőzés, a folyó vízszintje a 850 cm-t is elérheti.